Beszélgetés a támogatókkal a Paksi Pákolic István városi könyvtár elé várta a szimpatizánsokat kedden Bence János. Az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje délelőtt több témában is tájékoztatót tartott. Elsőként az atomerőmű bővítésről beszélt. Alaperőműre Magyarországnak az energiabiztonság miatt szüksége van. Ha már gázfüggőségünk van, a keret gáz mellé válasszunk nyugati atomot. Ezt nyugodtan el tudjuk mondani mindenkinek. És van még egy nagyon fontos téma, jelenleg élő Paks 1-es atomerőművünk. Mindenképp kiállunk Paks 1-nek az üzemidő hosszabbítása mellett, és Paks 1-nél is van alternatíva az orosz fűtőanyagok helyett. Létezik és működött finn erőműben angol gyártású fűtőanyag. Mi ezt fogjuk támogatni, hiszen Paks 1-re is ugyanúgy szükségünk van. A magas bolti árak ellen is fellépne az Egységben Magyarországért. Az országgyűlési képviselőjelölt úgy látja, Magyarországnak nem nettó nyersanyagtermelőnek kellene lennie az élelmiszeriparban, hanem feldolgozott élelmiszert kellene előállítania. Így szerinte megalkotnák azt a belső piacot, ahol üzleti körülmények között hatósági áraktól mentesen lehetne szabályozni az árakat. A vásárlókocsi másik végén álló embert is érinteni, ugyanis egy feldolgozott, magas hozzáadott értékű termékből nagyobb béreket is tudunk kifizetni, mint a nettó nyersanyag termelésből. Tehát ez lenne rá a megoldás, hazai iparral, európai szintű bérekkel. Nem mondjuk, hogy nem lesz drágulás, mert ez most világválság, ezt mondjuk ki nyugodtan, tehát ez bárki tagadhatja. Úgy tudjuk csak ezt kompenzálni, hogyha Magyarországon jó bérek vannak, és azt pedig csak a saját iparra tudjuk alapozni, nem külföldnek kell beszállítónak lenni az országnak. Az idei tavasz rendkívül aszályos, ez pedig jelentős kihívás elé állítja a gazdálkodókat, ha nincs azonnali megoldás, annak a következménye. Szerinte az alacsony terméshozamok és növekvő árak lesznek. Bence János kitért arra is, hogy az ukrajnai helyzet miatt segíteni kell az otthonukat elhagyásra kényszerülő családokat. Mint fogalmazott, a kormány csak szlogenekben segít, a valódi munkát a civilek végzik.